A 140 gyermekkel 41 éve működő Szentegyházi Gyermekfilharmónia és az azt vezető Ház Sándor és családja 2003-ban Magyar Örökségdíjba részesült. Azt hiszem, sokan tudjuk már, nem titok számunkra, hogy a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 1982-ben alakult. Imár 41 éve csengő gyermekhangok, csillogó szemek varázsolják el a közönséget, bárhol is fellépnek a világon, mert a Fili világhírűvé vált. A Gyermekfilharmónia rendszeresen szerepel Erdély, kis- és nagyvárosaiban, mostanra már több mint 1000 fellépést tartanak számon. Gondolom, így van. Az 1990-es első anyaországi kiszállásuk óta évente kétszer nyáron és télen külföldi hangversenyeken is utaznak, így hát most itt vannak Karszagon is. A Gyermekfilharmónia elsődleges feladata a hagyomány őrzés. Emellett egy olyan titkolt, nem titkolt céljuk is van, hogy a muzsikaszó, az éneklés, népdalok erejét felhasználva közösséget próbálnak teremteni. Valószínű, sokan feltették a kérdést, hogy egy 7000 lelkes városban, ahol még zeneiskola sincs, hogyan lehetséges az, hogy mégis 41 éve működik a Fili, nem 10-15 gyerekkel, hanem 140-nel. A műsor Bach parasz kántátájával indult, és a himnusz, valamint a székely himnusz előadásával ért véget. A koncertet követően Szepesi Tibor polgármester köszönte meg a Gyermekfilharmónia és Ház Sándor zenetanár csodálatos előadását. Hangsúlyozta, hogy sokat kell tanulnunk tőlük, hiszen példát és utat mutatnak azzal, ahogy őrzik magyarságukat. Én azon gondolkoztam, mint menet közben, amíg hallgattam a mosolygós fiatalokat, akik látszik, hogy nagyon fáradtak, és most már lassan a szabad levegőre vágynának inkább. Szóval azon gondolkoztam, hogy Karszagváros számára az önkormányzat, az itt élők számára mindig fontos volt a népzene, a népdal, a népi mesterségek, a néphagyományok őrzése, és ezeknek a továbbadása az utókor gyermekeink, unokáink számára. De őszintén meg kell vallanom, hogy nagyon sokat kell még tanulnunk az itt lévőktől. Elhoztak számunkra példát, és mutatnak azzal, ahogy eljöttek, ahogy itt vannak, ahogy népviseletben, és ahogy őrzik magyarságukat, ami szerintem mindannyiunk legfontosabb záloga, hogy megőrizzük és továbbadjuk magyarságunkat. Gulyás Zsolt, az egyházközség plébánosa is méltatta a fellépőket, hogy idehozták előadásukban Székelyföldet, valamint tanár úr munkáját, aki igazi népnevelőként példát mutat, aki a lelke ennek a közösségnek.